A közügyek vendége a témával kapcsolatban pedig Hegedűs József, a Bajmoki Helyi Közösség tanácstagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Amit láthattuk, átadták az új határátkelő épületét, de a bajmokiak mégsem felhőtlenül boldogok. Mire számítottak, mit fognak kapni, és ezzel ellentétben mit kaptak? Szerintem leszögezhetjük, hogy a bajmokiak nagyon várták ennek a határátkelőnek a megnyitását, talán annyira, mint az Y-elágazást a szabadkajak. Ez a történet, ez idestova 30 éves történet. Tehát kis határátkelőként nyílt meg csak a magyar és a szerb állampolgárok számára, és lassan idővel jutottunk el idáig, hogy egy nemzetközi határátkelő V. Avanzsálta magát. Tehát az Európai Uniós állampolgárok, és a szerb állampolgárok, ez mellett Norvégia és Izland állampolgárai és Svájc állampolgárai kelhetnek át ezen a határátkelőn. Tehát ez egy evolúciós folyamat, ha mondhatnám így, igaz, hogy kicsit sokáig tart, lassú, most ott tartunk, hogy van egy új, szép határátkelő, ami kétsávos, mindenféle európai szabványnak megfelel, pillanatnyilag még nem üzemel 0-24 órás üzemmódban, de remélhetőleg ez a probléma is az év első felében megoldódik. Egyébként a bajnokiek, a helyiek számítottak arra, vagy ezt várták, hogy 0-24 munkaidőben fog dolgozni? Reménykedtek ebben? Reménykedtünk mindannyian, reménykedtünk mindannyian ebben. A határátkelőnek a az alapkoncepciója is, tehát az egész projektum is ezt foglalta magában, tehát a határátkelő létesítésének a legnagyobb részét az Európai Unió alapítvány pénzéből lett építve, nagyobb részt, és az alapkoncepció is az volt, hogy 0-24 órás lesz. De most... szerintem most ez csak időszakos, hogy még nem 24 óra. Hát igen, volt a szerb és a magyar oldalról is hangzottak el ilyen kijelentések, hogy hamarosan ez 24 órába fog dolgozni. Ez önöknek, bajmokiaknak mit fog jelenteni? Tehát miért jó ez maguknak? Hát a, a semmiből nem lehet valami. Azt reméljük, hogy a határátkelő megnyitásával és ezzel az üzemmóddal, tehát egy új korszerű határátkelővel megnő a a bajmokon átmenő forgalom is ezáltal, bajmok és a szűkebb környezete is felértékelődik, mármint úgy, hogy a nagyobb átmenő forgalomnak valamilyen nyoma csak maradt bajmokon is az ott hagyott pénzből kifolyólag. Jelenleg ez a forgalom, ez mekkora? Tehát az eddigi ma délelőttig mennyi volt? Hát én ilyen adatot tudok, hogy százezer autó évi szinten... Ez soknak e kevésnek számít? Igazából ezt így nem tudom fölmérni, a százezer nekem soknak számít, de ez még, még, még több fog lenni. Még egy dolgot esetleg meg tudnák említeni, hogy magyarországi befektetők valószínűleg kalkulálnak már evel a határátkelővel, mivel a határtól nem messze, magyar oldalon olyan feldolgozó üzemek létesültek, amelyek itteni vajdasági munkaerőt is alkalmaznak, úgyhogy már jelen van egy olyan dolog, hogy közel száz ember ingázik naponta bajmokról és környékéből Magyarországra dolgozni. A kollégeim jártak bajmokon az elmúlt hetekben, ma délelőtt is, és a helyiekkel beszélgettek pont arról, hogy, hogy ők használnák-e. Önnek mi a véleménye, hogy kik és milyen célal fogják ezt az új határátkelőt használni? Bajmokiak, akik rokonlátogatásba vagy ismerősökhöz, barátokhoz járnak, kulturális szempontból, akik utaznak ők is, vagy pedig nyaralás, vagy családtagok meglátogatása külföldön, tehát bajmokon is nagyon sok fiatal ment el külföldre, vagy ideiglenesen, vagy tartósan dolgozni. Például gyakori jelenség, hogy a nagymama elmegy Bécsbe vigyázni az unokákra. Ő ezzel egy nagyon nagy könnyebbség lesz, hogy egy ilyen határátkelőn át utat rövidítve tudnak Odajutné. Említette, hogy mintegy százan már ingáznak Bajmok és Magyarország között. Hogyha 24 órás lenne a maga a határátkelő munkaideje, akkor ön szerint egy kicsit fellendülne itt a még jobban ez, a, ez az ingázás? Több ember menne ki? Valószínűleg ez a, ez a nyitvatartás korlátozza azt, hogy egyes munkahelyek betöltését, Vajdasági állampolgárokkal töltsék be, ugyanis ha esetleg éjjeli munkáról vagy ügyeleti rendszerről van szó, akkor ez a határátkelő nem kielégítő munkaidővel rendelkezik ebből a szempontból, viszont ha 0-24 órás lenne, akkor ez a hiányosság elhárulna. Itt az előbbi bejátszás végén eh, arról hallottunk, hogy a Szubatica Transz közvállalat eh, autóbusz vonalat is indított. Most, ha jól tudom, eddig csak a határig, így van ez? Erről nem tudok igazából így. Tehát, hogy el indítva eh, a határig Tehát akkor a jövőben indítanak. Eh, viszont a helyi közösség tervei között szerepel az, hogy a szubotica Transztól kérvényezni fogjuk, hogy, hogy, a határig közlekedjen egy buszjárat. És ennek van valamilyen jövőbeni terve, hogy esetleg bácsalmásig közlekedne? Önök ezt -e támogatnak? Hát szerintem inkább úgy működne, hogy bácsalmásról jönne egy, egy, busz, és az utasok gyalog jönnének a határon, ahol például a Szubotica egy busza várná őket. Tehát ilyen határbuszhoz hasonló forgalom a létre. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen.